Mi befolyásolta a döntését? Hát mindenképpen az, ahol élek, és hogy ki hogyan képviseli az utcát, meg a környéknek az életét. Információit honnan tudta begyűjteni? Hát a Tatai TV-ből, az újságokból és a szórólapokból. Mi az, ami alapján döntött? Hát mindenképpen a pártoknak a programja, aztán a szimpátia alapján, meg kit mennyire ismerek, milyen hiteles ember számomra. Azután érdeklődnék, hogy mi alapján döntött? Hát nézze, nyilván mindenkinek megvan a saját politikai beállítottsága, és hát nyilván azután, a 4 év után döntöttem, amit itt Tatán eltöltve, mert én nem született tatai vagyok, amit tapasztaltam, megéltem, úgyhogy ez alapján döntöttem. Információit honnan gyűjtette be? Főleg az internetről. És akkor, amikor döntött, akkor mi számított? Program, jelölt, személye, szimpátia? Hát szimpátia, és nyilván a jelölt személye is. Úgyhogy a program, hát azt nyilván, hogy az ember azért annyira pontosan nem néztem utána, de elsősorban mondom az elmúlt 4 év, meg a szimpátia és a jelölt személye. Miért tartotta fontosnak, hogy eljöjjön szavazni? Hát ez állampolgári kötelesség. Utána ne érezze az ember azt, hogyha nem ért valamivel egyet, hogy nem tette meg azt, amit megtehetett a választások során. Mi az, ami alapján döntött? Hát igazából még most is egy kis bizonytalanság van bennem, úgyhogy átnézem a listát, akkor még módosulhat az eddigi elképzelés. Információit honnan gyűjtötte be? Hát rendszeresen az internetet olvasom, az újságokat, beszélgetésből. Hát szóval szerintem sok helyről formálódik az ember. Miért tartották fontosnak eljönni szavazni? Azért, mert az életünkben ez egy változást hozhat, hogy így fejezem ki magamat, jobbá lehet. Úgyhogy megerősítjük a pozíciónkat, ami eddig volt, és hát gondoljuk, hogy ez az új megint csak többet fog hozni Tatának. Mi alapján döntöttek? A szimpátia alapján. Információikat honnan gyűjtötték be? Tájékozódtunk. Reklámújságból, tévéből. Végighallgattuk a tévének a képviselőjelöltek, tehát az egyéni körzetekben, amit mondott, és az alapján. A Tatai tévén keresztül. Polgármesteri vitát nézték? Igen, én néztem, igen. Mennyire tartotta hasznosnak? Én hasznosnak tartottam, mert itt nem csak egy ember mondta el a véleményét, hanem az ellenfelek is. És így jobban rávilágítottak a lényegre, hogy így fejezzem magamat ki, hogy tulajdonképpen mit akarunk. Miért tartotta fontosnak eljönni szavazni? Én eddig még mindig családostól eljöttünk szavazni, amióta a rendszerváltás volt, előtte is, mert akkor meg kötelező volt. Úgyhogy. És mi alapján döntött most? Hát hagyományosan az alapján, érték alapján döntöttem. Mi az, ami befolyásolta, honnan ismerte meg a programokat, egyebeket, vagy szimpátia, vagy... Hát a hagyományos szimpátia is, de figyelem a programokat is, és nagyon jónak tartom, mint két céget is vezető. Nagyon jónak tartom az irányt, ami felé haladunk. Tehát most nem azt mondom, hogy már minden megoldódott, de az irányt nagyon jónak tartom, ami a gazdaságnak a fellendítésére irányul. Jelöltekről mennyit tud? Hát a jelöltekről annyit tudok, amennyit a városi tévéből és a sajtóból értesültem. Hát a polgármesterről arról többet tudok, mert ezt már nagyon régen ismerem. Miért tartott fontos meg eljönni választani? Hát mert Tatának érdeke, hogy jó polgármester legyen, és hogy törődjön az emberek sorsával. Mi alapján tetszett dönteni? Mi alapján? Hát a szívem alapján, akit érdemesre találtam, hogy foglalkozik az emberekkel, a nyugdíjasokkal, a gyerekekkel, Tata életével. És honnan gyűjtötte be az információit? Honnan? Hát mivel nyugdíjas vagyok, elég sok helyen tevékenykedek, járok erre-arra, és akkor hallom az embereket. Hogy miért tartotta fontosnak eljönni Én szavazni? Én mindig is fontosnak. Nehéz volna elmondani. Hát az én koromban megy már főleg, amikor nem muszájból megyek, hanem akaratból
mert nekem van, úgymond, véleményem. Ennyi. Mi alapján dönt? Az a szeretet. Itt kezdődik. Mert azok a értékek, ami a, úgymond a családon belül, az a hazán belül vannak, meg a családon belül. És aki ezt képviseli, az természetes, hogy előnyt élvez. Per pillanat a politikai marcangolás nem érdekel. Információit honnan gyűjtötte be? Én minden nap nézem a újságot, hallgatom a tévét, hajnalban a rádiót, meg nyitott szemmel vagyok, még a mai napig is. Miért tartotta fontosnak eljönni választani? Hát nem mindegy, hogy ki gondoskodik rólunk végül is. Mi alapján döntött? Az eddigi tapasztalatok alapján. Információit honnan gyűjtötte be? A valóságból, a napjainkból. Ismerek mindenkit, akire szavaztunk. Jelöltek programjait honnan ismerte meg? TV-ből, ilyen kommunikáció révén végül is ezek a rádió, szórólapok, ezeknek a segítségével, megmondom, hát személyesen is ismerek mindenkit. Miért tartották fontosnak eljönni választani? Hát állampolgári kötelességnek érzem, bármilyen van áll is, de ez kötelesség számomra. Még hogyha nincs is olyan adott esetben, ha nem lenne, még akkor is eljönnék, mert mindenképpen valamit csak számít. És ha mindenki így gondol, vagy minél többen így gondolkodnak, akkor nagyjából arra felé mennek a dolgok, amennyire mondjuk az emberek akarják. És minél kevesebben jönnek el, annál inkább nagyobb a kockázata, hogy más irányt vesznek a dolgok ezért. Információkat honnan gyűjtötték be? Én hát a rádióból, az újságokból, meg hát a mindenféle ilyen, hát beledobnak a postaládába. Ilyen szórólapokból? Szórólapokból, igen. És mi alapján döntöttek? Szimpátia, pártprogram? Hát is. És ön mi alapján döntött? Hát szocializálódás, családi hagyományok, múlt, elsősorban szimpátia alapján. Tehát ott valami nagyon nagy dolognak kell történnie, hogy így 55 felett már ezen én változtassak. Mi alapján döntenek, hogyha bemennek majd? Hát, hogy jól legyen. És ön? Minden megfelelően alakuljon, megoldjuk a problémákat. És az információkat honnan gyűjtötték be, mi alapján? TV után érdeklőt, vagyis azután tudjuk a információt. A jelölteket és a programjukat mennyire ismerik? Hát ismerjük, szóval tényleg folyamatosan követtük a tévébe, rádióba, előadásokat, mindent, úgyhogy... Tisztában vagyunk a dolgokkal. Miért tartotta fontosnak eljönni választani? Hát a választás 5 évre szól. Kik képviselnek bennünket a továbbiakba. Akkor legalább én is hozzáteszek valamit a szavazatommal, elképzeléseimhez. Mi az, ami alapján döntött? Hát, hogy mit produkáltak a eddigiekbe a képviselők. Információit honnan gyűjtötte be? Újságból, hát hallomásból, szóbeszédből, ez volt. Miért tartotta fontosnak eljönni választani? Hát ez abszolút egyértelmű, hogyha valaki hazai magyar állampolgár, akkor az előző szavazásokon az állampolgárságot, az országot érintő dolgokba, még fontosabb a helyi dolgokba való döntésre olyan személyeket javasolni, akiket úgy gondolja, hogy az ő ügyét is, meg a város ügyét rövid, meg hosszú távon is jól fogják képviselni, mert hát nagyon sok olyan döntésre van szükség, amelyiket ugye nem csak a mai vagy a holnapi napunkat határozza meg, hanem igen sok évet. Az információit honnan gyűjtötte be? Az információkat, hát egyrészt a Tatai Televízió nagyon jó műsorokat csinál, most nem akarok udvarolni a tisztelt cégnek, de ha valaki ezeket a műsorokat nézi, akkor már abból önállóan a városban levő plakátokkal olyan sokat nem találkozok, mert az ember megy a dolgára gyalog, ritkában jár, tehát ez nem ad. Meg egyébként is azt hiszem, hogy mindenkinek nincs is kint, és az úgy, hogy egy fény
fénykép. Azon ki az internetről is lehetett megtudni, hogy egyik-másik jelöltnek milyen elképzelései vannak. Első szavazóként miért gondolta, hogy eljön választani? Az egész családom eljön, és gondoltam, én is eljövök akkor. Tehát meg így beleszólok én is egy kis mértékben a város alakulásába. Uh-huh. És honnan gyűjtötte be az információit? A szavazásra? Hogy, hát ugye rengeteg ilyen szórólap plakát van kint szerte a városban, meg szóbeszédek alapján, ismerősök, családtagok, stb. Meg internetről is, ezekről a helyekről szedtem. És mi az, ami alapján dönt majd? Szimpátia program? Hát nagyjából a szimpátia szerintem. Első szavazóként miért gondolta fontosnak eljönni? Azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb állampolgári jogunk, és ha valamilyen módon beleszólhatunk abba, hogy a következő 4 évben a városunk fejlődése hogyan megy tovább, az ez a lehetőség, amikor kinyilváníthatjuk azt, hogy kire szeretnénk szavazni. És mi alapján dönt? A Tatai TV-ben láttam a programokat, mindegyik képviselőnek láttam a kis bemutató kisfilmét, és ez alapján, illetve a családban, ahogy megbeszéltük, és ahogy közösen gondoljuk, ez alapján döntök. Internet az mennyire játszott szerepet? Nem annyira játszott szerepet, mint ahogy gondoltam volna. A legnépszerűbb közösségi oldalon néhány képviselőnek láttam a videóját, de azt gondolom, hogy mivel a főleg a helyi képviselők talán az idősebb korosztályból kerülnek ki, nem annyira meghatározó még az internetes kampányolás. A polgármesteri vitát nézte esetleg? Néztem, igen, egy bizonyos részletet elkaptam belőle. És mennyire tartja fontosnak? Szerintem fontos, mert ha nem lenne, akkor semmilyen módon nem, a nézők nem tájékozódhatnának arról, hogy az egyes polgármesteri jelölteknek miben azonosak a gondolataik, és miben különbözőek.